Kérünk Istenünk, áld meg ezt a hajlékot, a házat és mindazokat, akik benne laknak. Kis László esperes plébános emlékeztetett, az egyház ősidőktől fogva szentel házakat, tárgyakat, élelmiszereket. Mindig kérték az egyháznak az áldását, hogy egyrészt a munkának az eredményét a Jóisten áldása kísérje, vagy segítse a továbbiakban is, ugyanígy a ház áldás is fontos, hogy az Isten áldása legyen a házon, lakói, főleg a lakóin, adjon nekik egészséget, és óvja őket minden rossztól, nehézségtől és betegségtől. Ezt a vízkereszthez kapcsolódó szertartást Hévízenés térségében körülbelül annyian kérték, mint a korábbi esztendőkben, idősebbek, fiatalabbak egyaránt. Az ajtófélfákra kerülő felirat számai az évet jelölik, a betűk pedig azt jelentik, Krisztus áldása maradjon-e házon és lakóin. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Berki Margit régóta kéri az esztendők kezdetén a házszentelést, és ezt idén sem akarta elmulasztani. Minden évben megtörtént ez nálunk, és én úgy érzem, hogy erre szükség van, hogy az ember otthona áldott legyen. Berki Margit ezer szállal kötődik a katolikus egyházhoz, rendszeresen részt vesz a szentmiséken, és szolgálataival is segíti a hévízi plébániát. A házigazda élettapasztalata szerint a hit mindenen átsegíti az embert.